Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, én Komet vagyok, ismételten egy tuning livestream részlettel jelentkezem nektek, elég éle vagyok maradva az autotuningokkal, úgyhogy próbálom behozni magam, ezért most a Jester RR-t fogom nektek feltuningolni, vagyis hát tuningoltam fel egy livestreamben, és mutatom be nektek most egy videó formájában ezt a tuningot. Az autóról szeretnék néhány szót ejteni, ez egy sport kategóriába eső, 3 ajtós, 2 személyes kis autó, és 1.970.000 dollárba kerül, vagy pedig, hogyha kioldjátok a trade price-ot, akkor 1.477.500 dollárra link a Jester RR ára. A valóságban ugye ezt az autót a Rockstar az MK5-ös Supra alapján álmodta meg. Magát az autót főként erről mintázták, viszont például az első lámpákat leginkább a 12. generációs Toyota Corolláról szedhették, a hátsó lámpák pedig, bár azok is Supra, de a Heritage Edition lámpáit kapta meg, úgyhogy a valóságról szereplő járműről ennyit, és igazából nem is akarok többet mondani róla, nézzétek meg, hogy hogyan sikerült feltuningolnom. Na, az armort feldobjuk, mert ezen nem volt rajta, fékek fent vannak, lökösök, nézzük. Mivel ez egy tuner DLC, ezért igyekszek nem rallis autókat csinálni, ebből mondjuk ugye nem is lehetne. Aztán. Az nagyon csúnya, ez a gond. Jó, ez lejön. Ez még ütőre tőle néz ki, oké. Hátul nézzük. Oké. Nem rossz. Ja, szerintem ez lesz ezzel a csíkkal, akkor már meccsel az elejével csak. Itt is, itt van az a gusztustan szar oldalt. Mindegy, akkor most ez lesz, hát sajnálom. De akkor viszont, hogyha ezt a style-t követjük, akkor előre is ezt kell követni. Így. Akkor már maradjunk ennél a résznél. Lehet 11.000-ért rátenni ilyen kis fügyit. Ezt már skippelem, az már sok. Motorblokk. Turzsol. 42.000 az, hogy ne legyen. Hát ez hülye. Ez teljesen balonda, hogy nagyon drága ez a játék, de tényleg, ez gusztus tanul. Most oké, hogy mennyi pénze van, attól vonatkoztass el, de ha neked kéne minden autót ilyenre megcsinálni, az eszetlen lenne amúgy. Amilyen egyet értesz. Hogy ahhoz, hogy minden autót meg tudjátok csinálni, valamennyire az ilyen láthatatlan apróságon nem az, hogy spórolnom kell, de nekem aztán tök mindegy, hogy milyen színű a motor, tényleg. Meg az is, hogy forogja ott valami, vagy nem. Mondjuk az annyira nem. Az már legyen. Ha már van rá lehetőség, hogy forogni tud, akkor forogjon. Mondjuk pirosan. Itt legalább nincs 200 féle, ja, de ez ugyanaz, mint a másik volt. Ha legyen ez az ilyen. Ilyen. Igen, a motor tuning az megvolt. Kipu. Show me. Nagyon, nem tudom, gusztus tanul füstöl. Valami gusztus tanul dörgőt akarok. Igaz, annyi nem jó. Talán még a gyári a legjobb eski. Alumínium az legalább látszik. Lehet, hogy nem jó ötlet, hogy látszódik. Carbon oval. Legyen ez az Infinity, csak hogy mégis csináljunk valamit. Headlights. Lehet rá tenni. Színezést. Na majd ezt lehet, hogy teszünk rá, de még nem tudom milyen szín lesz az autó, úgyhogy ez egyelőre skip. Szóljatok rám. Ilyet nem szeretnék rá. Na nézzük, milyen géptetők vannak. Most mi a különbség? Ja, le van véve róla ez a vonal. Attól lesz ilyen smooth. Oké. Van rajta ilyen cucmoc. Igen. Igen. De fú, ez nagyon úrban van nagyon. Ez de ocsmány, azt. Aha! Ebben az esetben végül is tehettem volna rá mindenféle tuningot a motorra, így viszont akkor ezt nem teszem rá ezt a motoráztatőt, mert gyárja a motort, ér, azt ne nézegessék már. Azért nagyon magorva ezekkel az élekkel, szerintem ez kurva jó. Ezt teszem rá. Ja, ezt már néztem. Oké, duda lem, érdekes. Az interior szintén, mondjuk az interior jó csúnya.
De csak ennyi van, szó. Véletlen megvettem, nem számít. Jó az úgy gyáriba. Lehet venni orcsoportokat. Ez azért kell bele. Hogy már ne. Ilyet nem teszek bele. Ülések. Ez gyári ülés, az menő. Kormány. Kormány is valamennyire gyári ülés, hogy maradhat, meg a rokét se érdekel. Oké, na. Lights. Ebbe azért már mehet a Xenon. Ez a Xenon. Na, liverik. Mik vannak? Jester, ilyen retros. Ez is retrós. Shopping list. Skaka, skaka. Ugye ezt tudjuk, hogy mi? Az a baj, hogy tudom, hogy ez... Nehéz. Mémelünk, vagy jól nézünk ki? Az a polvokörös? Amúgy szerintem az. Érdek meg már lokkosak, ezeket is megnézzük ettől függetlenül. Uuuu, 170-es szinten volt föl, hát edd meg magad. Pedig ez geci jó. Bazzag, de kurva jó. Jó, hát akkor milyennek leszünk a Budget változata? Csaj. Nagyon tuner. Karbon legyen, vagy sima? Legyen sima, most az valahogy jobban adja. Kör. Igazából tök mindegy. Maradhat fekete. Rendszám. Ez a kedvenc rendszámom amúgy eddig a játékban nekem ever. 0-8, azt 4-60. Tehát így jönnek sorba dolgok. 0-8, azt 4-60. Azt 3-50, azt stb. Ez kurva az a rendszám. Nekem nagyon tetszik. Viszont ezen tényleg fekete lesz most a rendszám. És ezt meghagyjuk örökre. Na, Respray Primary, Classic, bruh. Valami egy sokadik árnyalatú szürkére lenne szükségem egyébként. Nagyon clean lesz úgy. Az a baj, hogy ilyen pasztel szín kéne. Tudjátok, ez a Nardó féle ez. Vagy ez? Ez már nagyon sötét. Fú, de útban van mindig ez a szar. Ez metál lenne, vagy ez ilyen pasztelles? Ez is metál amúgy. Vagy ez. Ez elütő, ez jobb. Stone Silver, ez mehet. Ez a tükör. A legkevesebb szín az autóban fehér, úgyhogy legyen fehér a tükör. Hogy ne? Hogy fekete maradjon. Az mondjuk kicsit disznom. Oké. Trim. Fehér interior. Ez mi? Oké, az maradhat ugyanúgy fehér. És ennyi. Tető. Az nem érdekel. Ha meg ugye sem. Most ezben mi a különbség? De tényleg? De most ugye őszintén kérdezem. Valami kis bubot lett rajta, de hát... Nem, az ronda, az nem tetszik. Oké, szoknyák. Hát ha már megvolt ez a design, akkor maradjunk is annál. Hát ez csak karbon tud lenni, ne szopass. Körülbelül ekkorának kell lennie, akkor így, oké. Szárny, na itt lesz majd. Az igazán epic. Pornó. Ez egy klasszik Supra szárny, ez adja nem adja nekem. Ez meg az agyhalál. Konkrét. Ugye, mivel ez a livery van a kocsin, most vagy ez, vagy ez kéne, hogy rajt legyen. Igazából. Ah, oh, fuck.
Nem látszik egy rendszám, úgyhogy a másik lesz abból is. Ez a fekete. Oké. Hasza, sans rip. Hát nyilván kopra ültetjük. Transmission fenn volt, turbo fenn volt. Vent braces, ez mi? Ez világít, vagy csak ez így itt van? Az valami chrome. Ja, chrome. Akkor nem világít. Igazából... ez így jó. Ez faszán néz ki. Oké. Okay. Kerekek. Hát ez a gyári kerék nem rossz különben. Azért nézzünk rá valamit, hát ha. Oké. Okay. Szóval hányadék. Ne, ez nem teszük fel még egyszer semmire, azt most mondom. Ez a trüfétnek a gyárja, igen. Az a baj, ennek az autónak sok külős állna, jó? Igazán. Fasz. Lemez felhidrókra. Vagy ez, de inkább a sok külős és ez. Csak ez meg ugye a szugolyna a kereke. Na mindegy, egy próbát megér, maximum elbaszom a pénzt. A color feketébe ugye nagyon disznó, az érthető. Fehérből meg egy darab szar. Ugye annyira nem vészes. Fehérbe se. Legyen fehér, próbáljuk meg hát a kitagba lehozni valamit. Mi volt még itt? Streetbe. Hát a másik egyértelműen jobb. Ez így jól állna neki amúgy. Túlzásba viszem, igaz? Mindegy, nem számít semmit. Az jó így. Tire. Bizony. Valami kis szint kéne rá vinni, de úgy. Ez így fogja kiadni amúgy. Figyelj, amilyen színű lesz a gumina felirat, olyan színű lesz a lámpa. Jó, arról mehet. És akkor ez így komoly lesz nagyon. Headlights, nem zöld. Piros vagy sárga? Inkább sárga. Oké. Okay. Itt tartottam, tires. Nem, tire design. És a chapel. Megkúrja. Komoly. Windows. Light smoke. Ja, nem, most hátul is. Headlights. De hátul miért ez sárga a lámpa? Így meg már szar. És annyira vészesen nem szar, de azért nem annyira jó. Hát, jó, nem rossz egyébként. Jó, hát ennyi. Kész, ennél többet nem tudok kihozni. Belőle. Tök jó, hogy éjszaka van. Mindegy, szerintem nem lett rossz amúgy. Sőt, kifejezetten fasza. A Comet S2 az itt van, és ez már kész van, mint tuning, de hogyha nagyon szeretnétek, akkor föltuningolom újra, megnézzük, hogy milyen lehetőségeink vannak, de nekem ez így nagyon bejön, szóval nem annyira akarok hozzá nyúlni. Nos hát, ez lett volna a Dinka Jester RR tuningja, remélem, hogy segített a videó nektek, eldönteni, hogy vegyetek egyáltalán ilyen autót, vagy ne. Nekem az egyik kedvenc tuningom egyébként ebből a DLC-ből, ugye a tuneles DLC-ből, eddig, azt hozzátenném. Nagyon sok autót még nem tuningoltam föl, de ez valahogy nagyon jó lett, szerintem. Írjátok meg kommentben, hogy nektek tetszik-e, hogyha igen, egyébként nyomjatok egy lájkot is. Ha pedig nem akartok lemaradni a leendő tartalmakról a csatornán, iratkozzatok fel, amíg nem tettétek meg. Nem sokára találkozunk, én Comet voltam. Sziasztok!